A játék úgy gondolta, hogy szeretné, hogy újra kezdenénk és újra játszanánk. Hát jó lesz. Láj, baszkó, oké. Oké. Story mode. Szokás szerint. Sajnos valamire a játék úgy gondolta, hogy nem akarja a Mission 2, hát inkább Mission 1-et megegyezni, és úgy gondolta, hogy akkor újraindítja a storytól kezdve mindent. Aminek nagyon örülök. Ugye mi ezt, én ezt már láttam, ezért pörgetem át. Xbox kontrollerre játszok, mert más egyébként játszatlan játék, nem tudom, bilányzatra nekem nagyon nem adja. Bekapcsolunk itt dolgokat. Jó, minden út rám van. Jó, ma mindjárt megyünk. Kapitány James. Érdekes. Hiperérugrás. Remember Helix, we'll have support, but finding the refugee convoy is up to us.
won't escape the Empire twice. Na menjünk. Igen, ez is megvan. Nagyon lassúk azok a TIE Fighter-ek egyébként. Mindjárt szkennelnünk kell. Szkennelni kell, az menni fog. Menjünk már! Helix Squadron, destroy those turrets. We can't search under fire. Out here, no one shoots unless they're prepared for return fire. Even the Empire should know that. Target destroyed. Ajaj. Hol van meg? Targeting is useless.
Jó, meg vannak a turretek. Oké. Was. Na, hello, hello! Azon vagyok. Csak nehezebb beletállni. Valahol itt van a fiú. Persze, hogy túl messze van. Megvan. Azt a kurva, azt komoly. GG. Csak ügyesen. Én meg amit tennap másfél órát még nagyjából játszottam, azt a játék elfejtette, úgyhogy most megint előről közlem. Most van az, hogy a főnökünk, a parancsnokunk átáll, vagy kiderül, hogy így házadom. Durva egyébként, néha azért én is így bedőlök. Training. Catch up with that traitor.
kezdődik. Kezdődik a... Igen, ezt már láttam. Veszik a csávó. Nagyon jó. Most veszünk a izével, az adókkal. Muszáj, készül fél itt a dolgokra. Ó, tegnap valahol úgy elvesztettem magam a fonalat. Elkezdtem lényzettel játszani, esélytelen, csak kontroller. Kontrollerre találták ki ezt az irányítást. Más, az Horizon az ilyen ízést tud. Hello, Mizu. Oké. Jó. Na. Az új Star Wars Squadrons, aminek a lényege, és főleg inkább repkedünk. És nagyon jól néz a grafika, nagyon adom. Nagyon baszó. Ez kell, köszi. Hát, nem rossz játék, de ezzel megvárnék vele egy karácsonyi akciót, mert ez a teljes áron nagyon nem mondom azt, hogy annyit megér. Így második próbára. Bár mondjuk a Star Wars angolat meg az repkedés, ez nagyon adja, ott van. És váltottunk, hogy inkább a hajtóműre ilyen energiát. Hiperűrugrás. Na és le kell győzni a birodalmat. Jó, és most elmegyünk majd a csillagromba mellett.
Gyerünk. Jó, átjutottunk. Jó, na, szedjük meg ki őket. Gyerünk! Na, gyerünk már! Hoppá! Mindenki csúszantam. Megvan. Ja, mondjuk ők külön vannak, nem mindegy. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Azt a kurva! Gyere csak vissza. Ott vannak. Ó, baszki. Ajaj. Merre? Jó, itt van valamire. Jó, nagyon rosszul állom. Megvan. Visszamegy láda. Hú, kiszedték a fiúk. Take the ties down. I'm on your wing.
Pont mögöttem van? Megvan. Oké. Robbanj már fel! We'll see. Jó, akkor most már... Hatunk. Gyerünk! És ez volt az első mission elvég.
Egy évvel később azt... Egy kész nap prolog. Az oké, és az tiszta, az nincsen problémám. Oké, és hol tudom elmenteni az izémet? Most újraindítjuk a játékot kíváncsiságból, hogy ilyenkor mi történik, hogy megjegyzi azt, amit eddig csináltunk, vagy nem, vagy akkor itt szenvedgettünk vele egy fél óráig, másfél óráig, és ugyanúgy előről kezdjük. Akkor nincs értelme itt baszakodni. Sajnos a játék ilyen sokáig tart betöltenie, pedig most HDD-n van kivételesen, mert SSD nincsen hely, SSD-re ízzél fogom ezt a Cyberpunk. De kezd nem talítődni egyébként a gép játékok terén. Az F1 2019 lesz egyébként stream, holnap azt szerintem abból lesz nagy esélye. Stream, egy búcsú stream, befejezzük, megyünk egy utolsó karikát, és viszlát. F1 2019, le is tudom törölni, lesz helyem. Ettől lett valami más játék. Ezt nem hiszem el, hát necs... Narrate path to accessibility. Most előről kezd minden kibaszott indításnál a nyilvát? Ez így elég érdekes lesz. Csak így megkérdezném tőlük, hogy ezt ilyenkor hogy gondolják? Most nézd meg előre kezdve a gémet. Ilyen komi van. Az jó. Akkor egy laza szünet. Hogy mondjam? Annyiból jobban jön az a formányod, hogy
Forma 1-be látod, hogy látod az egész versenyt. A ralliba meg látsz egy pillanatot. Egy kanyart. Kérdez, hogy értem? A ralliba kiülsz, most kimentünk volna a ralliba, nekem nem lett volna kérdem, és mit csináljuk ott? Hát de érted, hogy értem, hogy most vannak modern kijelzők, hogy látod az egészet, ott, hogyha ott nézed azt is. Meg érted, hogy... Uh-huh. Jó, de... Uh-huh. Ezért mennék ki a Forma 1-es versenyt, hogy azért hangulat, nem a verseny. Ja. Hát, majd mondjam, hogy nem tervezek. Én maximum majd a szuperkupa döntőre mennék, de... Nem, tudom. A szuperkupa döntő az, amikor az Európa Liga győztese, meg a Bajnokligája győztese döntőzik. Szerintjük, hogy van, kell egy dokumentum, hogy van 150 ezer forintunk. Milyen videókártyát néztél? Milyen videókártyát néztél? És mire gondoltál? Megmondta, hogy Nvidia-t akar? Akkor ránk bízom. Annyi, hogy majd a... Én is. Nem ajánlunk, az lesz. Az nem kérdés, igen. Mm-hmm. Akkor, ja, igen, a alaptapot azt rád bízom, alaptapokhoz nem értek. Nem múlja a modul. Akkor 16 GB-os legyen a izé. Ó, és akkor egy... Ó, ez... Nekem izé van most... Ó, ez kezd jó áron van. Kettő darab, ez a top 1, G-Skill, Agents, 3200 MHz, és kettő modul, DualChoice, 23. Kezdte ezt még én is. Én nekem az van az egyik, de ez mondom Attila, ez top 1 most a árukereső, szerintem az azért felírhatjuk. Elküldöm neked, ami érdekesebb. Oké. Okay. Nézd a fényt. Jó, a RAM szerintem nem lesz az. Addig is. Tápot nézek. Szerintem 600-as jó lenne. Akkor berakom az éte. 560, 650 például. Hát jó, majd hogyha bővíteni akarjuk, akkor tök jó van az én. Ja.
nem látok itt, én inkább én... Nem látok itt nemes márkát. A legjobb, nem, a legnormálisabb nemes márka az egy Kingston Bolt, de az is ezért 15 ér, 14 ér. Annyi. 16 ér. Kingston Master, és Cooler, milyen Kingston? Cooler Master Elite V3 600. És közt berakom. Ezt elzondolom. Ez modulár is, amúgy kíváncsi vagyok. Fiskábel elrendezés, tápegység, oké. Okay. Össze is rakja magának a gép? Össze tudni összerakja, de nem tudja kiválogatni őket. Hogy mondjam, hogy... Annyi, hogy majd én rakom majd össze a gépet, egy 3 hét múlva, hogy megrendelem a házat, az biztos, és akkor majd biztos felhívod, hogy arról van szó. Ezt vágom, nem ezt mondom, én majd a kábelnél kérek meg segítséget. Hogy ért, hogy mit gyűjjön az, hogy a processz... De... Tényleg? Na, geci, vagy... Nem tudom, hol alakad meg... Megnézzük, hogy működik a cucc. Nothing but... Our victory is inevitable, of course. I am an unexpected variable. Kezdik előről. Another victory is at hand. Kíváncsi vagyok, fog-e menteni, vagy nem. Na. All systems up and running. Pre-flight complete. Let's get a clean launch. Lock onto my fighter. Harmadjára játszom ezt a izét. És már nagyon van. He
Mondjuk már. Certainly. Nem kell fogjuk tudni erre. Harmadjára játszom újra, és már nagyon unom ezt a prológust. Megint szkennelgethetek, megint baszakodhatok. Sensor. It will identify potential targets. Pilot, begin by inspecting that ship. Yeah. Smuggled weapons.
Van csak egy van. Aj, már nagyon unom ez. Már a következő. Ó, baszki, de gyorsak. Jó, megmenekültünk, nagyon jó. A fele megvan.
És a másik fel. Nem tudok pozitívat mondani, hogy harmadjára játszom ezt a prológust. Harmadjára, mert baszt elmenteni a játék. És nem vagyok boldog. Mert így harmadjára ugyanazt a játszani kurvára unalmas. Nem annyira izgalmas egyébként. Harmadjára csinálom. Hogy az anyámba védjem ki, bazd meg? Hogy? Harmadjára, bazd meg, nem bírok rajta átmenni. Hát ne basszál fel. Safely.
it's risky. But flying fast and close to the Star Destroyer's hull should get us to the other side safely. Steady. Hold. Now, fire all boost thrusters. Echo 5, wait, you two. Damn it, 5. Squadron, focus. We are not losing anyone else. Breaking formation. Capital ships are moving in. Ну, друг, ма. Gerai, da. Willing
Gyere már ide! Jó, az meg van megint. Nyerünk! Harmadjára csinálom meg, ezt a rohadék izét prógot. És most jön az igazság pillanata, kilépünk, visszalépünk.
Na, most tudjuk, amely a vízbe. Mert hogyha így se, akkor nem lesz egy ideig Star Wars, akkor erre ki kell találni valami problémát, mert ez így nem lesz jó, hogy mindig előről játsszuk a játékot, mert már kezdem unni ezt a plógot harmadjára, és egy ilyen nagyon nem akarnám játszani, mert nem. Egy ilyen már nem olyan buli. A betűtéseket. Na, legalább nem hozta be a ízét. Végre működik! Végre! Végre! Hát ez kurva jó. Na. Sorry. Akkor. Akkor tartunk egy szünetet, és folytatjuk végre a sztorit.
Akkor csapjunk bele ebbe a sztoriba. Well, do you want to race home, Frisk? We might make it before his speech ends. Ez megvan az első részből, úgyhogy teljesen mindegy. Mission 2 a lényeg, Mission 2-nél hagytuk abba tegnap, ahol jártunk. Bár csak game-nek nem az erőssége, hogy látom. Köszi, az első rész már kiderült. Tudjuk, ki a bajnok. Szavasz. Mindenkivel megismerkedünk, jó, köszi. Vannak problémák. Na, menjünk. Coordinates calculated. Engines are hot. Let's do this, Vanguard Squadron. This never gets old, hey Grace? Never.
life signal. Temperance, we may have found them. Heavy interference. Gunny and Keel will take care of that shortly. We should investigate the signal and regroup with them. I hope the scouts are all right. Me too, Grace. Me too. There's our target. Let's slow it down. Scouts didn't make it. Empire must have found them first. If that's the case, where is the Empire? Vanguard 5, scan the debris. Such brutality. Even their astromech got dusted. Someone really didn't want these scouts getting home. Hey, I'm picking up a second signal. Let's check it out. Nem is kérlek meg mentel. Follow me. I don't like this, Grace. I hear you. Something's not right. If we're lucky, something survived the attack. Stay ready for anything. Wait, that's not a New Republic signal. It's Imperial. We're being ambushed. TIE fighters incoming. Attack positions. Take them down. The last of the TIEs. We need to take out that Cassanti cruiser as well. Nice shooting. Cassanti's toast. Say it, Octo. That Cassanti must have been support for the Empire's jamming ships. If we scan the wreckage for its last known trajectory, could lead us to the jammers. That's a heck of an idea. Vanguard 5, scan the debris and we'll watch your back. That's it. Nice work, Vanguard 5. Let's see. Their path was leading them toward Gunny and Keel's coordinates. If we're quick, maybe we can cut off the Empire before they find our friends. Találjuk meg őket. Marking coordinates. Hopefully they don't know we're coming. Let's do this right. For the scouts we lost. Lead the way, Vanguard 5. Whatever comes next, we face it together. Look. Two Imperial jamming ships ahead. Szétkapjuk őket. Of our comms blackout. Frisk, bomb those jamming ships. Sure thing, Grace. I'll soften them up. You two finish them off. Na merre vagy? Let's finish the last of
Hú. Okay. That'll patch up your hull and stock up your ordnance. Follow me. I'm on your wing. Vanguard, we have an Imperial cruiser protecting the last of the jammers. Taking down these ships ain't gonna be easy. Not while the cruiser has a missile launcher. We'll keep our countermeasures ready. What's our play? If we take out the jammers first, we can call the Temperance for reinforcements. That's why you're in charge, Cubby. Vanguard 5, focus on the jammers. Mm-hmm. Copy. Here we go! They got a lock! Oi, oi. Jó van, hát... Basszat, hogy csinálják valamit. Na. Megvan. Kösz. Temperance, this is Vanguard Squadron. Mission accomplished. Sure is, Vanguard. Communications are restored across the sector. I knew you'd work well together. I'm grateful to command such a strong squadron. Come on back to the Temperance. Thank you, Commander Javes. We'll celebrate a job well done at the Cantina. Come on, Vanguard, let's get out of here. Work team. First round's on Frisk.
Na, ott járunk, ahol tegnap. Elvileg Mission 2 be fogja adni, nagy valószínűséggel. Na, Javire megyünk. Talán nem ezt csináltam, hogy a franc se tudja. Might work out for both of us. Come, meet our visitor. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. I have a Star Destroyer problem that Vanguard might be able to help me solve. We need a Star Destroyer for Project Starhawk, intact. Now we prove what Vanguard's made of. Wedge, if you would. As you may have overheard, Talos Group has cornered the Imperial Star Destroyer Victorum above the planet Yavin. They're in tough, but it's presented a great opportunity for us to jump in and not only disable that Star Destroyer, but to seize control. So first, we need to give ourselves some cover by knocking out the turrets. Naturally, if we can also take out the targeting system, that'll buy us even more time. Next, we need to prepare the Star Destroyer for boarding. You'll need to find a potential breach point in the Victorum's hull, preferably near the bridge. Once you find a good spot, bombard it until the hull is breached. However, we can expect that the Victorum still has plenty of TIE fighters. They will try to stop us. Once the skies are clear, we can bring in the boarding team. While our troops capture the bridge, Vanguard will defend the exterior from reinforcements. Once the boarding team has seized the bridge, and is in control of the Star Destroyer, we'll rendezvous with the Temperance. Okay, I think I accidentally made stealing a Star Destroyer sound simple. Let's hope it is. Okay, ezt csináltam tegnap. The commander wants you in an X-Wing for the mission. Got you outfitted with ion missiles. They disable it. Azt csináltuk tegnap. This place always brings back memories. Let's hope for some of that Skywalker luck today. All right, ready Vanguard? We're heading for the heart of the action. Vanguard, follow his lead. This is Talos Leader, calling for immediate assistance. Captain Antilles with Vanguard Squadron. Here to help. It's damn good to see you, Wedge. We've taken heavy losses. We need that Star Destroyer stopped. Don't you worry. We're here to hijack it. You're what? Be ready. Interceptors. Those have got to be the first to go. Agreed. They're fast. They'll rip right through our fighters. Vanguard, prioritize targets. Enemies, we're enemy down! That's it. Who's the Imperial back? You got it!
Fuck, he said. Ellopunk egy csillagrombolót, azért azt vágod. Jó, megvan. Na de jó. For me.
Na, gyerünk! Ó, csasznőnök, neked erre kell menni. Kapjuk. Azt a kurva! Ó, baszki, merre vagy? Ajaj. Valam merre, erre? Na te merre vagy? Szemétláda. De elopjuk azt rohadék izét? Csillagromblót vagy nem? Was. Még már tökre elmentem itt a dolgokra.
Azt kurva. Eladták a csillagrombolat. Nincs kérdésem, azért az elég durca. Az a lényeg, hogy mentse el, a többi annyira nem számít. Mission 3. Kaptunk 4-et a prologja, nem kaptunk semmit. Jó, akkor... Igen... Dogfight matches, hoppá. Ronki, Arang. Customization. De baszó. Így, ez nagyon baszó. Mission 2. Ja igen, és lehet belőle rendszercukat enni. Hát, ezt nagyon adom. Ne. A fogat. Ezt adom. Hopp, ivok. Hát ez nagyon komoly. Na, akkor nem folytatjuk a szelet után. Mission 3-mal.
Na, akkor patentjuk a Mission 3-at. Mission 3. Mission 10 van egyébként. Valahogy megpróbáljuk megcsinálni a maradékot. Not now, Frisk. I'll answer your questions once the Star Destroyer has been delivered safely. Delivered where? We risked our tails to get that Star Destroyer. And you can't even tell us where we're going. It's not my call. Besides, I'd be risking a lot of lives if I shared too much too soon. You hearing this? After all we did for Project Starhawk. Listen, all I can tell you is the basics. Lyndon, our soldiers on the Star Destroyer Victorum just sent a code yellow. Now? Damn. Call in Vanguard for immediate briefing. Ah, heck. It was just getting good. We have an emergency. Star Destroyer you captured has unexpectedly fallen out of hyperspace behind enemy lines. Our troops are repairing the hyperdrive as quickly as possible, but you need to buy them some time. There's an Imperial fleet advancing toward the Star Destroyer Victorum. I want A-Wings intercepting enemy fighters. The rest of Vanguard will provide defense and support. I know Imperial protocol better than most. I have no doubt the Empire will disable the Victorum with ion weapons before sending shuttles to recapture it. Stop them at all costs. The Empire must not reclaim the Victorum. Once the Star Destroyer's hyperdrive is operational, cover its escape so it can jump to safety. I'll send you rendezvous coordinates when the time is right. Okay. So we can be there. A-Wings go as fast as you can fly them. Their hull and shields are too light to take on capital ships, but Imperial starfighters won't stand a chance with you in this cockpit. We have a few options to make their tie hunting more efficient. Nem szokottam, már hozzányúltam az előző streambe, és annyit sért az egész. Ide kis baszó belőről. Na én is így gondoltam. Target.
Oké, menne. Gyerünk, 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 gyerünk. De ne már, bazd! De bazd, ennyi ellen nem tudok odafigyelni, akár mit csinálok. Ez az. Don't let
Our bombers are out of here. Thanks for the backup. We're doing our final test, Vanguard. Spread out and keep watch. Nice moves back there, Keo. You gotta teach the rest of the squadron that drift. You wanna learn right now? I'll watch five figure it out first. Okay, follow me. I learned this racing in the Koshi Star Circuit. First, transfer all power to your engines and fly as fast as you can. Yes! Now we're gonna buzz the bridge of the Victorum. Be ready to boost. Okay, we're ready to boost. Watch it. When you're ready, turn as hard as you can, then cut your engines to drift. You'll get it next time, Five. Boost is ready. Watch it. That's complete. Okay. Igen, és most? Hyperdrive's operational, Vanguard. What do you say we get out of here? Regrouping on your position, Victorum. I'm with you. Classified. Just send you the coordinates. Got them. Punching them in now. Jumping to hyperspace in 3, 2, 1. Punch it. What? The hyperdrive failed again. Az rosszul kezdődik. Oké, feltett. Too long. Don't tell me this is too much for you, Frizz. No.
Baszki. Nem látom, merre kell menni. Jó. Na, mondd azt, hogy most már tudnak menni. Meglehet. Csillagrombolókat csinálok. Hát ő egy ship. Az komoly, bazd. Log 1, 2, 3. Mission 4-et letoljuk, és akkor marad holnapra nekünk 6 darab missionünk. Nem szerintem teljesen tudunk. Thank you.
If I had, I'd have destroyed him before he betrayed us at Fostar Haven. Then this is your second chance. The rebels are keeping a low profile. Take Titan Squadron, hunt down this Starhawk, and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. But if I may ask, there's a particular pilot I'd like to requisition. Gray, come in. Is it true we're getting a new pilot? Copy, Saul. Captain Carroll's bringing someone in town. The treacherous slime taking our ships. Good. More the merrier. Easy, Von Reg. Remember the last time you lost your cool? The day I cut through a whole squadron of rebels and saved your neck. Focus. Shen's right. Tighten it up, Saul. And Von Reg, save a little for the enemy. Overseer to Titan, finish your inspection. Your new wingmate has arrived. Okay. So, you're our new wingmate. Welcome to Titan Squadron. I'm Varko Gray, squadron leader. I think they're waiting for you in the briefing room. Better make a good first impression. Welcome home, pilot. It feels like a lifetime since Fostar Haven, doesn't it? One fool betrays his squadron, and loyal officers like us are reassigned in disgrace. I heard they sent you to the Outer Rim. I got the Merim sector, protecting fuel shipments from petty scoundrels and pirates. The kind of posting that used to end careers before Endor, before Lyndon Javes reappeared. No doubt you've heard. Admiral Sloan has instructed me to hunt that traitor down and end this Project Starhawk. It seemed fitting that I bring you back to help me destroy Lyndon. Your Empire needs you, pilot. Are you willing? Good. Now you will be flying as Titan III. Let's get to work. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Your job is to secure the outpost for our extraction team, who will arrive aboard the shuttle Gladius. Behind enemy lines, you must be precise and swift. We have no room for error, Titan. To gain access, you'll have to eliminate perimeter defenses. Intelligence reports missile platforms defending Hosnian space. Destroy them. The outpost itself is protected by turbo laser cannons on all sides. Evade and eliminate them all. When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost, and our extraction team will acquire Agent Thorne. Once Thorne is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Do not lose our spy under any circumstances. That is all. Nem akarok. Now more than ever, the Empire needs reliable soldiers like Agent Thorne. Like you. Hello, Chacha. The only path to progress. I trust you are aligned with Admiral Sloan's vision for the Empire. We cannot afford to fracture. Not after Endor. This mission is a vital step towards dismantling the rebellion. And they are a rebellion. Don't be fooled by their new name. The New Republic will fall, just like the last one. It's time for you to play your part. Get to the hangar. Ready your ship. Szóval azt szerint megint át lett minden baszogatva, mint mindig. I'm Rella Sol,
No need to introduce yourself. I've already reviewed your service record. It's been a long time since you were on the front lines. In days past, a mission like ours would have been afforded every possible resource. Unfortunately, times are tight, Sinzendor. In one battle, we lost our Emperor and gained 100 warring factions. If only Emperor Palpatine hadn't dissolved the Imperial Senate. At least then, senators, like my parents, could have maintained order after Endor. But no. Not that I question the Emperor's decision, of course. But now that he's gone, we must look to the future. And reinstating the Senate would help subdue all of this infighting. We can talk later, perhaps. Az a lényeg. Egyébként elég vicces, meg elég... Nem tudom, tök jól alakul ez a sztori. Ugye, tegnap is toltam ugye ebből. Nem menjünk bele, ott eljutottam a harmadik mission elejéig. Most megint ott tartok, hogy megcsináltam a bevezetőt, mert valamire játék baszott elmenteni. Le kellett frissíteni az Origins valami baszkodásot, aztán megint elkezdtem teljesen az elejét, hogy mission 1, 2, 3, mission 4 és 10 mission van. És az a lényeg, hogy nevekben még mindig szar vagyok. Volt egy csávó, ő volt a birodalomnál, és beépített ügynök volt, nem tudom, ez a, és nem jut a szembe a szó, de az a lényeg, hogy lázadó volt, és akkor átment a lázadomhoz, hogy közös, teljesen mindegy, hogy hívjuk őket. És az a lényeg, hogy véget akarnak vetni megint a háborúnak, nagyon vicces, és azt csinálják, hogy elkezd építeni ilyen, ellopnak frankón csillagrombolókat, és elkezdtek építeni a Project Starhawk projekt, meg azt, hogy elkezdtek építeni battleshipet, baszat, hogy szétszedik a izéket, a csillagrombolókat, és egy ilyen battleshipet, ilyen csatahajót építenek. Az a baj, a sztori elején mióta tegnap elkezdtem játszani, és elkezdtem a sztorit megismerni, attól félek, hogy megint be fogja szopni a birodalom, de komolyan mondom, ettől félek itt legből egyébként, mert hogy tényleg bazdag, megint fog veszteni a birodalom, komolyan mondom, elássam magam. De komolyan, hát miért lehet egy olyan sztorit írni, bazdag, jön a birodalom, szétbasz mindenkit. De most komolyan bazdag, megjutik a halálcsillagot, izé, mindent elpusztítnak, mindent, nem. Van egy olyan érzés, hogy megint a lázadó fognak nyerni. Megint ilyen nyomi lesz a vége. Mert ugye izé után vagyunk az Olderán? Olderán talán, amikor felrobbantja a halálcsillaggal, izé, véderik az egészet a picsába, és akkor pont utána vagyunk a sztoriból. És itt főleg ilyen repkedünk. Ó, menjetek már! A rákot se érdekel, hogy mi van veletek. You're the new arrival. I'm Havina Von Reg. Titan can always use another pilot, so long as you're good at killing rebels. We're going right into their territory, Hosnian Prime. We'll give those scum just a taste of what it was like at Endor. I was there, you know. When the rebellion murdered our emperor, half my squad died trying to defend him. Captain Carol understands. She doesn't lecture me about justifiable force like my other commanders. She knows all I need is a target. Politics are for admirals. I keep it simple. Always shoot to kill. Mess with the squadron and you mess with me. But do your job and I'll have your back. Szavasz, Master. You'll be the new pilot. Sergeant Wade, chief mechanic and head of the hangar crew. Don't see the appeal in flying myself, but I've been working on Ty since they rolled off the assembly line. Your fight is in good hands. The overseer saw some action at Pothor and JL, but it's had a complete inspection and overhaul for this mission, Admiral Sloan's orders. And on my orders, every tie in this hangar has been serviced and test flown. Tighten half the rivets myself. We're ready. Gotta say, I don't know how you and Titan cope out there. No shields or life support, just whole plating between you and space. It must build character. Never met a TIE pilot who backed down from any challenge, shields or not. I've prepared your starfighter to match the latest Imperial guidelines. If you've got a preferred component or need something customized, I'll take care of it. Just say the word. Your TIE fighter is ready. Good flying. Köszi.
Hát vele nagyon fontos beszélni. Jó, szóval van egy félig Darth Vader copying. The TIE fighter, classic, maneuverable, flexible. Can't take much direct fire, but that's no problem for a skilled pilot. Ugyanaz egy kém, mint a lázadóknál, baszki, baszki, hanem. Your loadout, however, is not standard. And again, neither are any of Titan Squadron's missions. Na. Már úgy csinálják az ettől, még megcsinálom ma ezt, és komolyan megpróbálom befejezni. Nem olyan hosszú egyébként a tori része. Holnap mi van ma hétfő? Hétfő, holnap befejezem nagy valószínűséggel, hamarok kezdem, kedden megcsinálom. Szerda, csütörtök Forza, péntek fogalmam nincs, szombaton a stream az offos, vasárnap már megpróbálok lenni. Attól függ, hogy érek haza, de megpróbálok amit összerakni. Szóval az eheti stream menetrend is, ami abból állt volna, hogy jól trákozok meg Forzázok, azt a kurva, hogy néznek itt a dolgok, az megint borul. Műsorban sem valami érdekes, pedig itt repkedek. Ez a kurva jól néz ki a game, azt aláírom. Jó, kell hozzá egy 2070 meg egy full ultra izé setting, de nagyon komolyan néz ki a game. Szerintem VR-ből összefosnám magam. Rakedjünk. Jó. Okay. I'm on your wing. Titan 3 is
Boss, nem érem el? Térhetünk meg itt vissza. De merre, bazd? Jó, hogy össze védeni lehet. Na. Ez a sztori. Valamennyire. Most ellapunk adatot, azt ennyi. A multi szerintem izgalmasabb, de a sztorit akarom kijátszani. Kíváncsi vagyok, hogy hoztak ki belőle. Ez a terve a hétre, hogy ezt kivégezik ezt a gémet. Na, merre vagy? Na. Keep that safe.
megőrződjetek. Aha. Szemét merre lövöldözöl? Just need like most rosszak vagyok, most összetekkel vagyok. Én amúgy is rosszak szerettem volna lenni, de nem. Egyszer a játék bedobba a jókhoz, egyszer meg a rosszakhoz. Robbanj már fel! Nem robban fel, bazd. Merről lövik? Vigyétek már! Tartsuk már meg! Keep it moving.
Már nem sok van. Az a baj, muszáj itthon magam beleélni. Amúgy itt is erre rájöttem, de amúgy nagyon baszol. Gyerünk! Amúgy tök adja a játék. Mi a f... Köszi. Muszáj, beléldem magam, érted? Ez már nem ilyen 3D, meg VR, ez már ilyen 4D. Vagy valami olyasmi. Hát bizony, azért nem sikerült az embadandót alkotni, de 3 ment az 5-ből. Amúgy kurva jó játék, de hogy 40 eurót, azaz 13-14 ezer forintot nem ér, az kurva élet. Itt a ma azt csináltam meg 1-2, mission 1-2-3-4. Most jön az 5. Úgyhogy mondom, azért nem rossz játék vagy valami, csak van ez a sztori, ami nagyjából 3 óra egyébként, hogyha egybe letolod. Most adok 3 óránál, jó, mondjuk én el is basztom a felét, na mindegy, de 3 órás a sztori. Kíváncsi leszek egyébként, mi lesz a végén. Aztán megmondom multiplayer, és egyébként ennyi is. Azért el kéne 40 dolcs, azért. Nem tudom, szerintem tök jó, mint a BF3, Battlefront 3-at össze lehetett volna rakni, vagy valami, de hát ők tudják most. Meg az előrendelő kapta kizét skineket, érted? Fel kell vágni. Jó, hát egy németnek olcsó, de hát... Ne szívas... Ennyi ízét... Leszopott. Na. Ezt kapták az előrendelők? Hát nem vagyok tőle hanyatosan. Ennyi. És van 8 darab hajó, és örülj magadnak. És ennyi. És szerint ennyi az egész game. Ez a szórakozásnak tök jó. Ez azért hozza vissza. Azért csinálták meg szerintem ezt a Squadrons, mert volt a BF1. Battlefront 1, nem a Battlefieldre gondolok. És abban volt a külön olyan DLC, már nem jut eszembe a neve, ahol csak repülni lehetett. Talán a halálcsillagnál lehetett, vagy a izénél. Valamelyik csillag romboló. És annyira tetszett az embereknek, hogy kinyörögték, hogy legyen egy külön játékmód. Hát itt van a játékmód, itt a külön game. A terv az lesz, hogy holnap folytatjuk. Holnap nagy valószínűséggel be is fejezik a sztorit 100%-ra, úgyhogy mára ennyi volt, 1-től 4-ig megvan a mission, úgyhogy találkozunk holnap, azaz legközelebb. Szóval, köszönöm, hogy itt voltatok, folytatás következik. Sziasztok!